Inkább a viselkedéskultúrát mondanám, hogy a mindennapokat, hogy erre borzasztóan fontos, nagyon fontos, ugyanis ha ezt egyformán mindenki jól csinálna, akkor sokkal békésen és boldogabban tudnánk együtt élni. Az együttélés iratlan szabályait jelenti ez, és nagyon fontos, ahogy ezeket betartják az emberek. Mert ha ezt nem tartják be, nem fogadja be, de a többi, a közösség nem fogadja be, és nehezebb életük lesz. Saját életében ezt hogyan tudta kamatoztatni? Hát nekem az életem a protokoll is volt az életem, hiszen protokollal foglalkoztam. Most már ugyan 6 éve nem azt csinálom, tehát nem bent vagyok protokollos a miniszterelnök mellett, de ott voltam több mint 12 éven keresztül. Nem nagy képűség, de akkor az annyira munka volt, hogy nem is tudtam, hogy milyen nagy emberek jönnek, mennek. Nekem az volt az, hogy várjuk, tárgyalóasztal rendben van-e, hova kísérjük, hova üljön le, mostóba elkísérjük. Tehát munka volt velük, és nem pedig vendégként tekintettem őket, de hát nem is az én vendégeim voltak. Most pedig 6 éve már az az örömforrásom, hogy a viselkedéskultúrás protokoll dolgokat át tudom adni embereknek. Tehát amit én életembe begyűjtöttem, fiatal, kezdő értelmiség, üzleti élet, egyszerűen kíváncsiak rá, és ezt borzasztóan hízenek nekem. Mi az, ami most kihívást jelenthet? Az amerikanizálódás borzasztóan elterjedt, nagyon-nagyon sokan rágógumiznak, amit európai ember nem tehet meg. Ezt úgy szeretném, ha mindenki megérteni, mert európaiságunk azt mondja, hogy aki beszél, az nem eszik. Tehát ezt beszéd közben ne beszélj gyerekem, vagy evés közben ne beszélj gyerekem. Tehát a rágógumival a számon nem lehet beszélni, mert nem európai. Akihez beszélnek, annak se illik enni. Tehát amikor hozzám beszélnek, akkor sem mozoghat a szám. Nyilván hogy a rágógumi van, mert hasznos, mert tisztítja a száját, de ez nem állandó rágása. Az amerikaiság egyik apró példája, hogy például egy férfi hogy ül le, megy egy munkainterjúra, és szétveti a karját, és ráfekszik egy kanapéra, lazán, abban a percben nem veszik föl, mert ugye oly mértékben az önbizalom, hogy akkor azt mondják, hogy hát ez már mindjárt meg fog fúrni engem, inkább nem veszem föl. Tehát az amerikai minta követése Európában egyáltalán. Az előadásában és most a beszélgetés során is elhangzott többször az európaiság. A különböző, tehát a mindennapok történései és azok a dolgok, akár az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, amelyek befolyásolják az életünket, mennyire hatnak erre a területre? A konvenciókat örököltük és hozzuk magunkkal. Az Európában fölnőtt népek, tehát akár Európa nő, akár nem az európaiságot gyakorolja több száz éve, ezt akkor is tudja, ha nem tudja. Ehhez igyekeznek alkalmazkodni a nemzetközi mozgásban, az emberek, üzleti életben, politikában, bárhol. Tehát ezt nem volna szabad elveszítenünk. Ahogy kicsit demagóg, de ahogy mondom, hogy amikor beléptünk az Európa Unióba, tiszta volt-e a cipőnk. Szóval a konvenciókon múlik, hogy valaki európai vagy nem. Tud-e európai módon viselkedni, európai módon leülni, egy tárgyalást megnyitni, egy vendéget kísérni, hogyha az megérkezik a főnökéhez, leülni enni egy munkaebédre. Az európaiság messziről, annak a sért, ha valaki nem tartja be az európaiságot, az messziről azonnal leolvasható, hogy na, ez nem európai, és ez nem lehet hiteles ember. Tehát úgy tűnik, e felé kell tartanunk mindenképpen. A mai főiskolások, egyetemisták jövő értelmisége tekintetében mik a tapasztalatai és mik a reményei? Abszolút reményeim vannak, ugyanis a konvenciókat mindenki tudja, akit nem neveltek meg is tudja, csak legfőjebb azt mondja, hogy nem értek el és nem tartom be. De a lelkeményén tudja, hogy valamit nem tart be. Tehát nincs nagy vesztet, nincs nagy kihívás, hiszen mindenki tudja ezeket a dolgokat. A tapasztalatom nagyon pozitív. Pesten egyetemeken, főiskolákon szoktam kurzusokat tartani, most már egy-két helyen vidéken is voltam, és tömegesen ülnek be a fiatalok. Tehát amikor már föléri észre, hogy az, amit ő tud, azt el is kell tudni adnia, akkor rájön, hogy erre szüksége van, és nagyon sokan kérdeznek, és akit kérdeznek, az csak boldog ember lehet. Könnyebb most már az ő helyzetük, hogy kicsit jobban bele tudnak ebben ülni, talán nyitottabbá vált a világ. Nem, ez most rosszabb nekik, ugyanis átkosba, ahogy mondjuk, az emberek nem mertek rosszul viselkedni.
És 90-től, amikor azt mondjuk, hogy az emberi szabadság, meg ugye demokrácia, pedig hát a demokrácia, azt gondolom, tudják a hallgatók, hogy a demokrácia az egyik legkorrektebben megszervezett és fegyelmezettebb mozgástér, hogy az emberi szabadság, most már azt csinálok, amit akarok, de nem erről van szó. Tehát én azt mondom, az utóbbi 15-20 év ártott a viselkedés kultúrába, de semmi gond, mert ezen a periódusan átesve a most 18-20 éves visszazökken abba, hogy lesz 25 meg 30, és rá fog jönni arra, hogy viselkednie kell, úgy, ahogy azt ő tudta eleve is, hogy kell. Önnél nagyon elegánsan találkozik a formalizmus és az illemnek a tudása, és közben mégis az emberi viselkedésmód. Hogyan lehet ezt jól összeegyeztetni? Hiszen sokakban megvan az a félsz, hogyha nagyon protokolláris a viselkedésük etiketnek megfelelő, nem annyira emberközeli. Ez egyáltalán nincs, hogy az etiket az abszolút nem emberi. Az etiket az a túlszabályozott, nagyon fegyelmezett, nagyon szabályozott az a királyi etiket, úgy nem lehet élni. A viselkedéskultúrát, ha meg betartom, nekem is jobb az életem. Mert hogyha nem lököm föl az utcán, ha átadom neki a helyem, akkor rám mosolyog, megköszöni, megszeret, nekem is jobb. Az életem arról szól, hogy átadom ezeket a dolgokat, megvan az embereket rábírni arra, hogy higgyék el ezt nekem. A protokoll egyébként van a betartandó, vannak protokoll dolgok, amiket be kell tartani, de egyébként hétköznapi életben én sem vagyok ilyen nagyon feszélyezett. Hogyha látom, hogy valaki, mondjuk barátitárságban új valaki jön a barátitárságban, és mondjuk nagyon Jézusom, itt a görögi baj, akkor leeszem magam, hogy lássa, hogy én is emberből vagyok. Nem lehet mesterségesen élni, de egy normális viselkedési rendszabályt be kell tartani. Úgy vagyok vele, hogy ha én elmondok 100 egységnyit, és abból a hallgatói megegyeznek 25-30-at, akkor már győztem. Tehát úgyse lehet mindenkit mindenről meggyőzni, tehát én inkább a konzervatívabbat hirdettem, hogy ha még abból valamennyi el is veszik, még mindig maradjon egy európai sági szint.